Hát az elmúlt másfél nap nagyon érdekes volt. Szokás szerint Wiesbadenbe a pótot spiccesen adták ki. Rohanás. Frankfurtnál három sávból egy. Utána szokásos útszűkítések. 50-es, 40-es. Városnézős. Majd bele Würzburgnál a kellős közepébe, három sávba állt az egész. Plusz a negyedikbe parkoltak a teherautók. Mire ott átvergődtünk, próbáltam a céget fölhívni a központi számon, ugye nem működött, később kiderült azért nem működött, mert nem sikerült átirányítani, mert ezt a számot hívom, azt aki az ügyeletes arra pattintja tovább a rendszer. Mindegy, mire végére értünk ennek a sorbálásnak, nem derült ki mi volt a sztori, semmivel nem volt több felásás, nem volt baleset, nem volt terelés, nem volt túlméretes, nem volt anyag, semmi. Semmi. Mindenek megfelelően 10 percet késtem itt Münchenből. Ez a gond nem volt. A gond azzal volt, hogy mire leszettek. 5 óra elmúlt, nekem délután 3-kor kellett volna indulnom, ugye az 10 óra. 11 órás pihenőre volt szükségem, mert ugye a 3-ig belefért volna a harmadik 9-es, csak épp a délutáni szám délután 3-tól reggel 4.30-ig tart, az 13,5 óra. Cégen ezzel összevesztem, mert ők azt mondják, hogy ez nem így van, mert hogy nekem kedden meg volt a pihenőidőm, nem volt meg a pihenőidőm, 16 óra 20 perc egybefüggő pihenőidőm volt, csak mivel ugye kedd délután ugyanez a figura volt, így a 16 óra 20 percből csak 10 óra 50 fél bele a 24 órás napi ciklusomba. Ezt megerősítik a szabályok, és kikerestem nekik a német nyelvűt is. Megerősíti a tahográf is, ami mutatja, hogy hány 9-esen van kivéve. Ott hány 9-esen maradt, meg hány 10 órás vezetés. Jó, összevesztem velük, mondták, majd kifizetik. Az a cég, aki arra nem hajlandó, hogy bekapcsolja a telefonokat, hogy egymás közt ingyen beszéljünk a kollégákkal. Tehát a gondomban föl tudjak valakit hívni. A főnököt tudom hívni, az irodát tudom hívni, de a másik divízióban ott föl tudom hívni az összes Aldi raktárat. Bocsánat, Lidl raktárat. Azok a számok benne vannak. Hajamra kelhetem, nem járok oda. Na mindegy, úgyhogy elindultam délután, Nürnbergig minden pepec volt, ott történt a csoda. 9-re odaértem, már 9-kor kiadták a pótot, fölmegyek az irodába, de afroamerikai sráccal beszéltem szokás szerint, hát velem egy idős, de ő meg a kollégái nem csípnek engemet. Hát szokni kell a pofámat, mert heti 2-3-szor ott előfordulok. De most is a kövér, szia, chief, hogy vagy, akármi. És úgy látszik, hatott a nevelésem, és mondja, hogy semmi, jól vagyok, minden gond, hátul a kollega, IT-ból. Közben gyorsan egyeztették a rámpaszámot, a dobozszámot, a rendszámot, mondta a srác, hogy rögtön alá is írja nekem a kilépőt is rajta, hát több rublika van rajta, mert igazándiból hivatalos az, hogy most fölmegyek, aláírja nekem, hogy behoztam a Münchent, visszamegyek a rámpáról, kivárom, míg megraknak, összepakolok, visszamegyek az irodába, aláírják, hogy átvettem a pótot, kiadják, ha van vámpapír, mert ugye az csak akkor derül ki, mikor főszórták, hogy szórtak-e fővámos cuccot, vagy nem, és akkor go. Minden most aláírta, hátulról a szakás öreg is elköszönt, öreg, hát ő is olyan 50 éve, 40-50 között van mindkettő. És go ezerrel, Ditzenbachba ledurrantottam. Egy órával előbb ott voltam, majd szoktam, ugye fél kettő, negyed kettő, ráállok a sorompóra, nyomom, kinyílik a sorompó, gyerekek. Mi történt? 2 hete nem volt ilyen. Volt, hogy a 3-4 órás pihenőmet ott vettem ki. És hiába dudáltam, villogtam, csattogtam, pattogtam, semmi. Mindegy. Egy óra alatt leszedtek minket. Hát bundáson át. Rohanás vissza Wiesbadenbe. 3:45-re értem oda. 4-ig vagyok, jó? Ráállok a rámpára, nyitom az ajtót, rámpára tolatva kell az ajtót nyitni, tehát nem tolatsz a rámpáig, be kell állni, és akkor két pót között állsz, meg állsz a rámpától, amennyire akarsz, azt kinyitod. Beléz a lámpás, hát ez üres. Hát mondom, ja, hát ez üres. Örültem is, hogy üres, mert az üres, az rögtön rámpára lehet tenni, a telivel meg sorba kell állni, míg lesz egy üres rámpa, hogy kiszedjék. Ja, hát azt mondja, azt nem itt kell lerakni, rá volt írva a zsugára, hogy 605, meg ott szoktam lerakni, nem, én nem vitatkoztam. Szállját a 3-10-esre. Nem mondom erre meg. Épület túloldal át a 3-10-esre, 1000-rel berohanok az irodába, full house van, hát isnek Alex barátom volt a pultnál, éppen körmölt, ó, mondom Alex, mondom, és stempel, mondom, mondta, hogy mit te, ó, áh, itt van, csűsz,
ott se voltam, hogy így néztek. Jó, nem tartottam fel a kollégánkat, mert ugye ők beadják a papírt, leülnek a gép elé, kikeresik a túrát, ráírják a rendszámra, a mókusra, kinyomtatják. Én csak ennyit, pik, ott se voltam. Mindegy, rohanás ki, 12.46-ba álltam meg 13 órából, úgyhogy végül is nem lett negyedik csökkentett pihenőm, akármi. De egy izgalmas napon voltunk túl, egy probléma volt a dologgal, nem tudtam elmenni reggel fürdeni, mert így ilyenkor, amikor végzek, beszoktam menni. Jó, hát mondom, amikor egy órát állok a zuhany alatt, persze nem egy órát állok a zuhany alatt, hanem gyorsan bemegyek, letussolom. Jó, nem kapkodok, de nem is fekszem be alá. Tehát mit tudom, egy 20 perc alatt megfordulok vele. Borotválkozással, fogmosással, tusolással, minden anyám kínjával együtt. Hát ez most nem. Nem volt reggel, az estére jutott. Úgyhogy ezek voltak az izgalmak, ezt is megúsztuk, hála a jó Istennek. Izgalmas éjszaka volt eddig, majdnem rókáztam. Nem úgy. Kifutott el, mint az A9-es pályán. Be a középső sávba. Hát ugye én követtem a szememmel. Követtem észre, hogy hát jött is egy autó, hogy szerencsétlen állat megijedt, oszt nyomott egy visszát. Hát mondom, itt mese nincs, akkor átmegyünk rajta, oszt lesz, ami lesz. Én nem szállok bele a szalagkorlátba. Hála jó Istennek, mivel amögött az autó mögött is még jöttek, ugye a fényszóró fényében láttam, hogy a végzáró fény, ami a hátulján van a pótnak, az eljött, addig nem ment a róka a kerekek alá, hogy utána mi történt, az már kitaláció, mert én már nem voltam ott. Úgyhogy reméljük a kisvörös megúszta, bárhova is indult. Hát nem mondom, hogy jó érzés, mikor ott tűz, tehetetlen vagy, én nem rángatom se jobbra, se balra, személygépkocsit se szoktam, nem fogok miatt a fejre állni. Úgyhogy így sikerült eddig az éjszaka. Hadd rotyogjon egy kicsit a leveske. Hát első főzésem itt a kamionba. Róla el kell kezdeni.